Ezt a videót a Vunvun nevű YouTube csatorna inspirálta. Ha van kedvetek, nézzetek fel hozzá, és iratkozzatok fel rá is. Forests of the Baltic, home to the old gods, now home to war. The ruthless knights of the Teutonic Order, who came to deal with pagan Lithuania at Poland's request, now carve a bloody swathe across the land. Ambition, greed, faith. Total War. A Teuton lovagrend, vagy német lovagrend, latinul Ordo Teutonicus, vagy Ordo Domus Sancte Maria Teutonicorum Leroza Liminatorum, németül Deutscher Orden, német egyházi katonai lovagrend volt, melyet Palesztinában alapítottak betegápoló tevékenység céljából. Miután a keresztények kiszorultak a Szentföldről, a Teuton lovagrend tagjai is visszatértek Európába. 1211 és 1225 között II. András magyar király letelepítette a lovagrendet a Magyar Királyság területén fekvő Délerdébe, azon belül a Barcaságba. A Teuton lovagok feladata az volt, hogy a Magyar Királyság határait megvédjék a kunoktól, akik folyamatosan sündörögtek át Magyarországra. Ezen időszakban a Teuton lovagrend nagymestere Hermann von Salza volt. A teutonok fellendítették az életet azon a területen, ahol megfordultak. Egy idő után a lovagok megunták a határvédelmet, és fontolgatni kezdték egy önálló Teuton állam létrehozását. A magyar király nem nagyon örült ennek, és ezért a Teuton lovagrend arra kényszerült, hogy elhagyja Magyarországot. Mazóviai Konrád lengyel fejedelemtől kaptak letelepedési lehetőséget, és elindult a rend a felemelkedés útján. A teutonok előtt megnyílt a lehetőség az érvényesülésre az új letelepedési helyükön. Az északon élő balti poroszok hosszú idő óta gyakran betörtek Lengyelországba, és a szomszédos uralkodók sem bírtak velük. Mazóviai Konrád felajánlotta Hermann von Salzának, hogy ha segít a poroszok megállításában, akkor megkapja a Kulm területét és az ott létrejött kulmi püspökséget. A püspökség a pápa engedélye nélkül lett odaadományozva a német lovagoknak Konrád által. A rend azonban Szilárd biztos háttér nélkül nem mert azonnal kísérletezni az önálló ország alapításával. Hermann von Salza kiváló diplomata volt. Ezt példázta, hogy közvetítői szerepet vállalt a német-római birodalom és a pápai állam közötti viszályban. A két fél kibékítése és más szolgálatokért cserébe II. Frigyes német-római császár hálája jeléül von Salzának adja a Rimini aranybullát 1226 tavaszán. Ez is garantálta a német lovagrend poroszföldi államának, alapító levelével együtt a teljes jogot a rend által birtokolt területekre, és a birodalomtól való különállást, és a rendi állam egyenragúságát a többi német hercegség és fejedelemség mellett. A 13. századra a Baltikum nagy része a rendkezőn volt, de a lovagok több területet akartak és folyamatosan támadták Lengyelországot és Litvániát. Ezt már nem leplezhették keresztes háborúnak, mivel a lengyelek katolikusok voltak. A pogány litvánok ellentérítőként léptek fel, az ortodox oroszokat pedig eretnekeknek tekintették, és ezen tények miatt viseltek háború e két nép ellen. Zárójelben megjegyzem, 1385-től a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség uniót alkotott Lengyel-Litván Unió néven. Az 1410-es Grünwaldi csatában a teutonok megsemmisítő vereséget szenvedtek el. Hatalmuk a következő időszakban fokozatosan összeomlott és be kellett hódolniuk a lengyel királynak. A kegyelemdöfést a reformáció jelentette, mivel az akkori nagymester áttért az evangélikus hitre és kisajátította a rend kelet-porosz területeit, a livóniai részeken pedig a környező országok osztoztak. A rend a következő 3 évszázadban minden tekintélyét elvesztette és 1809-ben Napóleon feloszlatta a máltai lovagrenddel együtt. Bár 25 év múlva újra létrehozták a német lovagrendet, azóta nem katonai rendként működik, hanem humanitárius tevékenységeket folytat. Akkó. 1089-ben alakult meg itt a német lovagok ispotája, melyet 1198-ban szerveztek át lovagrendé. A város a mai Izrael területén található.
Velence. 1291-ben Akko a muzulmánok kezére került, így a lovagrend Velencébe helyezte központját. Marburg. Siegfried von Feuchtwagen nagymester ideiglenesen a Hessen tartományban fekvő Marburgot jelölte ki a rend központjának. Königsberg. A Teuton lovagrend poroszországi központjainak egyike. Marienburg. A Teuton lovagrend végleges központja, remek terepen fekszik és könnyen védhető. Ma Malborgként ismerik. A reformáció ideje alatt a lovagok, akik nem értettek egyet a reformációval és elvesztették függetlenségüket, a baden-württembergi Mergentheimbe telepedtek le. Bécs. A lovagok minden területüket elvesztették, újból megpróbáltak felemelkedni, sikertelenül. Napóleon feloszlatta a rendet, de 1834-ben a vallásos első Ferenc osztrák császár újra alapította a rendet, de a lovagok már nem katonai szerepet töltöttek be. A rend székhelye 1834-től Bécsben található. A rend jelenlegi nagymestere Frank Bayard. Spittler, magyarul ispotálymester. A lovagok ispotájának vezetője és az alamizsna osztásának intézője. Tressler, a lovagrend pénzügyi mestere volt. A féle kincstárnok. Trappír. Ő a ruházkodásért felelt. Landmeister. Tartománymester. A birtokokért felelt, melyek külföldön voltak a rend birtokában. Komtúr, nagykomtúr. Rendházi főnökök, alárendeltjük az ispotálymester, felettesük a tartományi mester. Ritterbrüder. A lovasok, akikre jellemző volt a tömötsoros roham. Halbbrüder. Azon katonák, akik nem életük végéig voltak a rend tagjai.